Retrónap, királyválasztás, ki mit tud, kiállítások, előadások, sulibuli, sportprogramok. Csak egy kis ízelítő mindabból, ami ezen a héten a ciszteres diáknapok keretében zajlott a nagymúltú fehérvári gimnáziumban. Ma egy különleges pódium beszélgetésre is sor került. Ma is itt élnek köztünk azok az emberek, akik ebbe az iskolába jártak, még közelebb lehet hozni a diákokhoz őket, és ez adta az aprapót, hogy akkor az első alkalommal polgármester úr ellátogat hozzánk, és beszélget a diákokkal. Dr. Cserpalkovics András szívesen emlékezik vissza a középiskolai évekre, mint mondja, jó volt itt diáknak lenni. Egy állami gimnáziumban kezdtünk, és gyakorlatilag egy egyházi fenntartású, rendi fenntartású iskolában fejeztük be a tanulmányainkat, úgyhogy nagyon szép emlékek kötnek ide. Egyébként feleségemet is itt ismertem meg, rengeteg barátommal tartjuk azóta is a kapcsolatot, akik vagy osztálytársaim, vagy évfolyamtársaim voltak. A pódium beszélgetés keretében a város első embere szívesen válaszolt a diákok kérdéseire. A ciszteres gyerekek körében kedvező fogadtatásra talált a közösségépítő program. Én eddig a ki mit tudom vettem részt, nekem az egyik legjobb volt, hogy az igazgató is játszott ott, tehát így basszusgitáron beöltözött, mert az volt a retrónap, tehát nekem eddig ez volt a fénypont, tehát reméljük most ez sikerül kicsit überelni fiatalosan mondva. A hagyományteremtő szándék adott, így a többnapos programsorozat a tervek szerint újra szoros része lesz a gimnázium életének.